Na hát, jó napot! Vagy hát, jó napot kívánok! Hát öveket becsatolni! Szervusztok! Így mindenki, nem köszöntem még. Mindenki helyezkedje kényelembe, utazásunk kezdetét veszi. Hát köszöntök itt újra mindenkit, igen, ezt akartam mondani. Sokat gondolkoztam, hogy mivel köszönjek a mai nap. Ez jött ki. Ez lett belőle. Következő, adj Isten legyen, jó? Adjon Isten mindenkinek, aki megérkezett erre az élő adásra. Hát nem véletlenül gyűltünk össze. Isten vezetett mindenkit idáig, és hát tessék, jó út, jó helyen vagytok emberek, mert a mai nap is akkor hostingolni fogunk egy kiszabaduló szobát. Ez meg fog történni, és most az már csak... Az a helyzet, hogy igen, vonat lesz. Na, igen. Egyetlen egy szintünk maradt hátra ebből a DLC-ből, a Train. Nem tudom, feltűnik-e a tendencia, Bence, de amúgy az eddigi pályákból kiindulva már az első, a börtönből szabadulás sem volt olyan hű, de egyszerű. Igen. Na most a második már azért fingatósabb volt, a harmadik az teljes káosz, tehát akkor most a negyediktől én... Maga a pokorra számítok. Én is. Ezt akartam mondani, hogy ez a bank az már nagyon nehéz volt, ott már osztani, szorozni, deriválni kellett. Tehát attól tartok, hogy ez most még rosszabb lesz. Ez nem gyerekjáték, ami... amikor így mondják, hogy kérdezgetitek így a suliban, hogy de ezt minek kell megtanulni, úgyse lesz hasznomra, és látod, itt ez a játék, na itt hasznodra ez van. Ez számon kérés, még igen, rá is csap egyet a kezemről, hogyha nem tudom, szóval megtértek feltett kukoricán, hogyha nem tudom, de ez tipikusan az a játék, nem? Most már így a végére, hogy ez az, amire mondják a tanárok, hogy hát nem nekem tanulsz, hanem az Escape Simulatornak. Na kezdjük el, Bence. Rendben, kezdjük, viszont előtte csináltunk egy prediction, most csak ez az egy lesz, szerintem ez egy jó hosszú game lesz, általában ilyen 50 percesek szoktak már ezek lenni, nekünk meg még ennek a kétszeresen, szóval igen, úgyhogy ez most hosszú lesz, nyugodtan lehet rácsálni egy hosszú prediction-t, akár 3 perc hosszú is lehet, hogy majd akik később érkeznek, ők is be tudjanak csatlakozni még a szavazásba, és Bence nagyon szépen köszi a 6. hónapot, és akkor toljuk, nézzük. Hoztam hideg élelmet, jó, és vizet. Az a másik. Bekészítettem egy PET palackot magamnak, hogyha WC-re kéne menni. Kakatani nehéz lesz, de jó. Meg kell oldani. Az a baj, úgy elrejtik még ezeket a kis dolgokat, hogy sokszor nem veszünk észre valamit, ami tényleg el van dugva. Most alaposan kell körbenézni. Amikor azt hiszed találsz valamit, de csak egy ilyen kis peták vagy mi. Találtam egy táskát. Már most egy könyv, nagyon jó. Hát egy táska, egy aktatáska, ide tegyük mindent az asztalra. Lámpákat meg lehet húzogatni, be kell majd állítani jó irányba. Bence, itt lehet majd belliárdozni. Itt le lehet venni a virágnak a... Le lehetett venni a virágnak a szirmát. Azt életeszem az asztal, a biliárdasztal tegyük mindent? Hát az az igazság, hogy én ezt bedobtam. Te figyelj már itt a vonatnak. Itt be kell helyettesíteni ezeket a pineket, vagy én nem tudom. Jó, oké, szépen, szépen lassacskán haladjunk. Még vannak szobák. Projector card, ezt tessék, oda tesszük. Ja, itt még 20 szoba lesz, amikor ez majd elhiteti velünk, hogy kiszabadulunk, aztán a nagy lószart. Hát igen. Ez pénzes lámpa, ez milyen lámpa? Ez skorpiós ez lámpa. Néha füttyög egy kicsit. Milyen kellemes. Nem, szerintem, hogy csak 2 szoba lesz. Ez mi? Van egy ilyen... Ja, egy ilyen gyújtós. Na, egész de mindent begyűjtünk középre. Hogy állítgatós lámpa? És van rajtuk jelzés, azt majd nézd meg. Igen, gondoltam, hogy van rajtuk. Nem úgy megy az... Milyen szép helyen vegyünk. Oh, nem érdekel a projektort feltenni? Mi? Ez a lámpa, ez érdekes, mint hogyha valami... Jó, ez már lehet, hogy leereszkedik. Nem tudom. Tényleg érdekes. Mint hogyha egy vetítővászol lenne. Mert a másik nem olyan. Igen. Na jó, akkor kezdjük hát el kell kezdeni olvasgatni könyv. Conductor Notes, nézzük. Hát ebben ilyen indiánok vannak. Úristen, Bence, mekkora izé van ott, ilyen felvehető talizmán. Itt néz ki az ablakon? Ott a hegynél, ott egy talizmán, amit fel lehet venni. Azta! Ugye mekkora volt? Nagyon tetszik, igen. Briefcase-t is nyissuk ki. Ja, hogy ide kellenek a szimbólumok, ezt még nem lehet kinyitni.
Kulcs is kell oda. Fotó. Hé, ezek ilyen indiános fotók? Ezek mi az Isten? Mit találtál? Hogy nézd? Hogy látom? Tessék. De szeretem a vonatnak ezt a... Ilyen széles szájú indián, meg sasi indián, meg gonosz, meg ilyen... Ez nem itt van a... Nem, ez egy dollárjelzés. Nem, de viszont a könyvben lehetséges. Skorpió. Ez meg farkas. A könyvben is, amikor no. Csak egy indián van. Noho. Na igen. Mr. Harold. Mi ezt találtam egy totemet? Ez olyasmi totem amúgy. Látod? AC motor. Ó, egy kulcs! Nézd az, amit ide kell? Ebbe a izőben? Melyikben? De ebben nézd. Ó, boy, de jó. Majd kiveszek belőle Oliva mindent. Olajak. Ott van még egy totem. Hopp! Jaj, Dávid, ez nagyon, ez már önmagában egy szabaduló szoba, ami itt van. Jó, hát ennyi volt benne amúgy szerintem. Hát itt nincsen több ebbe a ládikóba. Ez ennyi volt, meg egy Bambi volt. Szokták mondani. Totem Vial, ez meg Totem Segment. Itt ja. Egy ilyen bizgere, meg egy másik bizgere. Húha! Naha! Mi az ütünk? Igen, 50 perc volt erre, és amiből már 10 el is röppent. Sicsúgy. Lehet biliárd, az itt egy biliárd golyó. Igen, de hogy szerezted vissza? Hát így meghúzogattam itt ezt a kis kieresztőjét. Hát, jó, az neked. Na várjál, hogy kellett ezt kipinálni? Így. Na, azt mondja, hogy a széles szájú van legfelől, utána egy ilyen... Ez. Ez nem pont így van. Aztán van egy ilyen nagyon sédi kígyó olaj árus, aki nagyon gyanúsan ilyen, hogy mondják, ilyen, hát igen, gyanúsan viselkedik a nagy növények körül. Amikor megkérdeztük, hogy mit csinál, akkor gyorsan elhagyta a terepet. És a nagy növény az itt volt a szélén, és onnan szereztünk ilyen... A kulcsot, ott volt a kulcs. Meg itt egy ilyen növénydarabka is volt. Nem, nézd csak ezt, de biztos, hogy lehet kombinálni a mortállal. Ó, még egy totemet találtam. Aha, megtöröm a növénykét a mortállal. Letek belőle szirmok. Szirmai, tessék. Szirmai. Na. Mi ez a kidling? Azt mondja, felül van ez a... Aha. Okay. Az... alatt... Uh-huh. Így, és még egyet kéne találnunk. Ez mi az a másik könyv? Ó, basszus. Hát bizony, erre durrantok is egy zabrudit. Hát bizony. Na, mit találtál? Hát itt valami... egy Super Dissolver receptet ír le nekünk, hogy mi kell hozzá. Először is uh-huh. Purple Lock Flower, azt ugye szétdaráltam, az volt az, amit találtunk. Aztán Gold Nugget kell. Egy Echo zsája. Van. Gold valami. Van olyanunk? Hát ez gold. Valami gold valami, de várjál, itt van, nézd. Emulsifier, látok, azt találtad. Uh-huh. Egy szorlet. Okay, és akkor... Szerintem ez a mapnek erre szükségre... Na mindegy. Itt van egy térkép is egyébként, hogy hova rejtették, mert ugye ellopták ezt a kutyulmányt. Jaj, de jó az a szó. Mi van velem, ahogy ilyen régiesen fogalmazok? Csúszpást. És látható, hogy ott a szuterénben van itt a legvégén elrejtve. Milyen szuterén? Hát igen, nem? Ez okay. Egy barlang Bence. Hát az, de mégis pincének is mondhatom. In the mortar, put the crushed flower into the solvet. Ja igen, jó, akkor meg te a solvetet keresd meg, és tedd bele a szirmait. De hol van ez a solvet? Az valamilyen kis fiolaszerűség lehet. Megvan, és akkor hogy tegyem bele?
megfogod mind a kettőt a kezedbe, és akkor szerintem hozzá tudod oktojálni. Jézusom, ez a szó is. Bence, mi bajod van? Nem tudom. Beletettad? Én ezt itt összekentem, de... Mit műveltél? Most hol lett? Ott van bennem. Ja, most így, fordítva kellett, abból kellett az... Na, okay. Szóval... Jó, ez megvan. Itt van, aha. Jó, akkor utána hozzáadjuk a goldot a gold emulsifierhöz. Aha. Az emulsifier goldot, tehát miután már szétemulsifiertük, nem tudom, szerintem valami aprítás, vagy darálás, vagy valami ilyesmit jelent. Várjál. És akkor azt... De hogy öntöd ezt bele? Gold emulsifier, először azt goldot kell beletenni. Azt a mekkora, ezt egy, vagy csak nekem megy így nagy? Mi? Ez hogy lett ekkora, Bence? Ezt te is látod? Vagy csak én nem látok semmit. Nekem ez ilyen óriási. Jó. Gold emulsifier, megvan? Hát, itt van, de... Milyen pispici lett? Várjál, én erről csináltam neked egy pint. Várjál, nem pint, bocsánat, egy screenshotot. Gyere, elküldöm majd. Megnézed, ha úgy tartja kedved. Szóval igen, nem tudom, hogy kell belerakni. Akkor csak passzold ide nekem minden. Itt van minden. A gold hol van? Hát itt, ez a gold emulsifier, vagy mi az Isten, nem? De maga a gold kell, gold is kell. Hát, jó, hát és honnan varázsol? Ja, hogy nincsen goldunk, azt hittem van már. Aranyat kell keresnünk gyorsan. Hát, ja, végül is. Ez tinta. Hát de honnan legyen? Nincs még aranyunk, hát ez nem lehetséges, ez badarság. Ott még látok ládákat, battle, és ezt hogy tudom kinyitni? Miért nem tudom kinyitni az ajtót? Ebben nincsen esetleg, valahol. Le van lakatolva. Uh-huh. Még ebbe, ez a Golden Musifierbe, ebbe nem tettél akkor semmit még? Nem, az úgy volt. Már eleve. Már meg ne haragudj. Hú, bakker. Ez egy közönséges dugó. Igen, azt én tettem oda. Akkor lehet, ebben a csomagban még volt valahol eldugva gold? Nem. Nagyon nem úgy tűnik, szerintem sem. Hát de nem. Hát azt nem, jó, akkor valahol. Valonnan aranyat kell szereznünk, de nagyon tüstént. Ez mi lehet? Hol van az a térkép, amit nézegettél? Ebben itt. Na, ha látom. Of stains. Na, mindegy, ez ilyen... Azt tudja a Super Dissolver, hogy ez szétolvaszt, ez hát nem tudom, hogy máshogy mondani, különböző metálokat, meg ilyen rozsdás dolgokat tudja lemarni, igen. Azt hiszem rájöttem erre a ládának, szerintem itt a térkép alapján kell beírni a kódot. Jaj, de jó, igen, akkor mondom is, hogy puszta, fű, hegy. Várjál, igen. Híd. Az most jó lesz folyónak. Oké, erdő, és aztán szuterén. Aha, na, szuterén. És itt is van, jó. Ez egy hasznos kis láda volt. Tessék. Wow. Szép. Rátrepült. Azt nem volt benne gold? Nem, az nem volt benne. Ez nem, ez ide való. Nem! Akkor oda még egyedül ott van egy hely. Fogász, mi van itt? Milyen vonatszimbólum? Nem ide való, hol? Levél. Ja, ide, oké. Okay. Farkas. Scorpio pénz, hát ez... Mit csináltál hogy meg? Ezt megoldottam, összeraktam ezt a cuccot, és itt a gold, Bencém! Oda letettem az asztalra. Kis gold darabka, Dissolver, bele, elolvadt, itt olyan szép lett, utána ez, utána... Jaj! Belefolyatjuk. Új, de szép! Solvet. Igen, utána pedig a... Mit is kellett, valami virágszíromot, vagy valami ilyesmit kellett beletenni? Kindling? Nem az? Mert ez nem virágszírom. A virágszírommal kezdtük, nem? Echo azt Sage. Én összedaráltam. Az echo zsáját kell utána a...
Át tudod behelyezni. Mi az az ekozsája? Hát ez az. Ökozsája. Olyanunk még lehet, hogy nincs. De nem ez de, a kind hát, link? Nem ez? Ez olyan, úgy beleillik, nem? Véletlen. Itt az asztalon. Jaj. Az mi egy békepipa? Békepipa, hát hogy szívogatom el? Az honnan jött az oda? Ó, várjál, ebben volt valami. Echo, itt van! Fúj, de csúnya. Na jó, itt van, és akkor ezt most már ne tudunk vele marni, gondolom ilyen lak... Nem, ez kell. Aha, ott a rozsdás genyó, ott. Aha. Ennyi minden kellett, csak itt szépen kitisztult volna. Na, az ége. Ott egy utolsó darabja annak. Uh-huh. Hát azért még nem az utolsó. Jó, egy még másik egy briefkész. Ez egy nagyon komplex láda, ide néz. Pakoljuk ide őket. Hú, ez jó nehéz is volt leemelni. Na. Hogy nézem. Óha! Naja! No igen. Nem is lesz szükség. A pipa a pipa az mi? Ez itt... Ja, ebben volt benne Abba volt benne az öko izé-bizé. De még lehet, hogy később el kell szívnunk benne valamit. Ezt sose lehet tudni. Ha nem, akkor is. Sose el kell szívni abból a pipából valamit. Ide majd tudja, hogy kelleni fog ez a képhez valami. Mortál sem kell már. Ez... Lenne, soha nem kellett nekünk. Itt is van egy jó kis könyvecske. Könyvecske. Jól megnéztél mindent? Aranyapám. Nem, dehogy aranyapám. Aranyapám. Végre megvan. Mi? Az, hogy milyen sorrendben kell a lámpákat meghúzni. Na, mutassad. Hát itt ilyen... De úgy van az, hogy... Igen, egy... Aha, megvan! Ugye attól függ, hogy milyen magasak ezek a világító tornyok, kell a lámpáknak a magasságát is beállítani. Úgy legyen. Tehát van egy 27-es... Krugt tud valami valami fog. Az itt lesz, nézd. Itt van. 27, hát igen. Nem nagyon látok rajta számokat, hogy itt ez most éppen milyen magasságban van. Na hát. Hát az kettő, nem? Hát akkor legyen kettő, szerintem is. Aztán jöhet egy fedör, mi ez, toll. És az 61. Itt van. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aztán hát jó! A foam rice, az mi is pontosan? Ugye megnézem, mik vannak itt. Az a... Nem a füstje, nem az ilyen vonatfüst akarnan. Igen, akkor legyen a vonatfüst. Vonat. Igen, és az mennyi? Az 35. Na aztán... most ez az hogy? Hát, na ez az, látod, itt ülünk a problémákba. Na hát itt kezdődnek. Hát na, itt igen. Már megérkeztünk. Na igen. Grand Water lesz a következő. Water, hát itt mi itt a víz? A farkas biztos, hogy nem. Nem, itt még valami kimarad, Bence. Nem, itt tényleg valami itt ez nagyon-nagyon nagy probléma van. Nem kicsi, hanem hatalmas. Az, amiket megfejtettünk, azok ide kerültek? Van még farkas, ami 43, és a skorpió az 50. 43, 1, 2, 3, 4, mondjuk is legyen ez 50, ez a farkas. Olyan hatalmas ez a cucc. Ez nem lesz jó, Bence. Hol van a farkas? Jaj, itt van. Skorpió volt az ötven. Jó, mindegy, csak valamit akartam még én is. Na most bezártam az ajtót. Ez van, Bence, itt vagy. Kettesben maradtunk. Hát itt nincs semmi több, nézd, de viszont ide majd biztos, hogy valami kurblik elleni fog, látod, mert ott az úgy... Gyanúsan úgy kijön. Igen, szóval és akkor... biztos, hogy oda fog vetíteni, nem? Uh-huh. És akkor a vetítőt nem tudom feltenni rá.
Ja, majd gondolom, hogy leereszkedik hozzánk, hogyha majd mi szintünkön lesz. Hát, ha szintjén leszünk a lámpának. Na nézd, itt van egy ilyen láda. Ennek is kellene egy jó kis megoldást találni. Látod? Na jó. Akkor Bence? Nézzük. Ja, te másik láda. Uh-huh. Ezt mutatom, hogy látod, itt így biztos, hogy ezek alapján kellett beállítani ezeket, hogy ez hova menjen. Uh-huh. Jaj. Viszont az, hogy itt milyen betű legyen, azt nem tudom. Ha. Szóval ezen még itt agyaljuk. Négy dolgot kell keresni, és volt egyébként itt egy másik könyv, ami... Ez nagyon bonyolultnak tűnik. Conductor Notes. Itt négy dolog van. Itt négy dolog van. Az A... Például itt van egy ACDC. Hm? Hol? Ebben a könyvecskében, ami a konduktorok. Rockról szól. Annyit ír, aha, benne, hogy van ez a Mr. Harold, és ő egy ilyen feltaláló, meg mérnök, meg mit tudom én, és neki volt egy nemrég itt fejlesztése, egy motortípus, ami az AC motor volt, és az meghaladja a DC motornak a teljesítményét. Na ja. Hát akkor... AC, DC, nem tudom. Ezt most kiszámoltad? Nem, csak tippeleg. Jaj, nem megy itt. De nem, mert meghaladja, tehát azt nem kell. Hát ezt nem ez hiszem el. Hogy a jó Istenbe csináltok meg? Ez véletlen annyira... volt? Nem tudom, hát én nyomogattam a DC-DC-t, nem? Igen, de szerintem még itt egy valamit... Hát a mindegy, az most jól jött össze. Hát a mindegy. Aha. Ez biztos, hogy az lesz, hogy a végén így össze kell majd kombinálni. Egymásra kell tenni a lencséket, és akkor úgy adja majd ki a megfejtést. Viszont van még ez a vonatos cucc, ezt itt meghúzod, és megynek a kerekek. Csak jó kell visszanyomni. Hm. És valami hát állomások kapcsán nem láttunk valamit, hogy Dream Springs Station, meg ilyesmi, nem látunk semmit? Várjál, mindjárt megnézem. De itt van, nézd! Itt ez az egyetlen cucc, amin... Ha? Dreamspring? Itt... Tom Brown? Mindstone? Oké... És... Na jó, de és a ládán csak kettő van. Mutasd itt e felé. Igen, de négy kerék. Mint ahogy négy megálló is. Na igen, csak hogy... Ezt is honnan tudod, hogy melyik sorrendbe kell felnyomni, vagy... Nem tudom, nem tudom. Hát nem tudom. Szerintem ez kellene az utolsó, nem? In the Brave Light. Ezt nem teljesen vágom még, hogy ez olyan mi lehet. Mi lehet? Gyújtsuk meg a kidlinget, az... Az nem okozhat bajt. Aztán befetsük be a békepipát, azt ennyi. Igen, ez olyan, mint a Fazmóban. Hogy kell? Aha. Nem tudom rátenni, nem tudom bepöffenteni. Mert ezt valami bent be kell pöffenteni, nem? Tessék, itt van, hát ha ez majd meghozza a kedved. Tudom beletenni, egyébként is miért is szívnám el ezt a kötek fát? Az is igaz. De miért ne? Ki mondta, hogy tilos? Hát igen. 23 perc. Azt mondja nekünk, hogy van egy láda. Köszönjük szépen, ezzel sokat segített. Van már kettő golybisunk. Ezt így be lehet ide dobni. Jó sorrendbe kell majd őket bedobni. Na jó, következőnek meg kell oldanunk. Nincs mese, nincs más. A lámpáknak a húzogatását kell megoldani következőnek. Na jó, de honnan tudod, hogy milyen sorrend? Hát a magasságoktól... Rangástér, nagyon szépen köszönöm az ötödik hónapot, és Petra, neked is szintén úgy az ötödik hónapot, igazán rendes. És Infer Yin is a másodikat. Köszi szépen nektek. Szóval, a... Mi volt? Milyen foam volt, amit néztünk ebbe a könyvbe? Telefon? Nem tudom. Foam. Rise.
A foam az olyan sok mindent jelent, most itt a habra gondol? Jó, de akkor sincsen. Na jó, nem, ez itt... Igen, ez jó, ez nagyon rejtélyes itt ez a... Bálint, neked is nagyon szépen köszönöm, és szerintem ezzel egy trén is indult. Csak nem az, amiben mi vagyunk. Ah. 43, 72, most 50... Azt mondja, hogy ez biztos, hogy kelleni fog nekünk. Ez most nagy segítség. Ami? Hát ez a... amit olvasol, hogy a... milyen magas... Hát igen, ezekre mi is rájöttünk. Ezek a segítségek, amik tökre useless-ak. Inte sem kell már többet. Én nekem biztos nem. De annyi minden lehet még ebben a könyvben. Még csak ez az egy oldal. Az a gond, hogy itt nem érted, hogy így mire gond... Várjál, mert most, ha így gondolkozzak. Itt a Scorpio Peak, az 50. Ezt beállítottam, úgyhogy 50 legyen, nem? De. Tényleg, de volt ami 70 meg 60, és akkor... Nem kerek számot ad meg, vagy kerekíteni kéne? És a 35-öt hova kerekíted? Az felfele, akkor már 40 lesz. Ugye? Ó, itt van még egy ilyen vonatos cucc. Hát hello. Hát itt vannak a kerekével kapcsolatos dolgok, hogy Dreamspring, tessék. Ah, hát nem mondod. Meg tudod oldani, és akkor én meg nyomogatom. Hát te kösz! Ezt a lejtét, ezt gyorsan old már meg, please. Szóval Dreamspring, igen, van egy egyes kerék, utána átmegy a combrumra, nem tudom. Oké, aztán megfordul. Jaj, hát ezt te! Pinestone. De ott be van számozva. Jó, hát akkor csak mondjuk, nézzük meg azt, hogy a második kerék, aztán meg a harmadik kerék, aztán a negyedik kerék, és hát aztán az első kerék. Hát akkor mondjad ezt a számsorokat. Jó, azt mondom én. Oké, na, indulnak a kerekek, Bence. Második. Balról a második. De várjál, mert ez a vonat jobbra felé megy. Ez is jobbra felé megy. Az a vonat is? Igen. Akkor merről a második? Balról a második kerék. Oké. Aztán a harmadik. Uh-huh. Aztán a negyedik. Aha. És az első. Hoppá! Pinestone Station és a Cold Branch Station. Oké. Okay. Gold Branch. Inkább Gold. Oké, okay, az azt jelenti, hogy még mindig jobbra felé megy a vonat, de... De a kerekeinek a színe és mintázata itt most megváltozott, szóval akkor most próbáljuk ki azt, hogy... A hármas kerékre nyomsz rá. Aha. Aztán... Az elsőre. Mert hogy érted, hogy az elsőre hát a vonat az balról az elsőre. Jó, igen. Igen, aztán pedig a balról a másodikra. És végül az ja, utolsóra. Oké. Tom Brun igen, Station, és a Pinestone. Meg a Pinestone Station, aha. Jó, itt most balra felé megy a vonat. Az nem jó. Mi az, hogy nem jó? Hát, mert ott az már meg fog zavarni minket. Ja. Mindegy, akkor legyen az, hogy a neki a hű tele megzavart most ez egy pillanatra. Jó, akkor neki az balról az igen, elsőre nyomj rá. Úgy mondjad, hogy a vonat eleje. Nem, átfordítom én neked, balról az elsőre. Jó. Aztán balról a harmadikra. Tehát a harmadikra. Igen. Jó, oké. Aztán a... Az utolsóra, tehát a negyedikre, és végül a másodikra. Jó zsír, kinyílott. Volt benne egy kis vonat, meg kettő laszta. Ezt is megoldottuk. Kérek még lasztát, most már van... Most már nagyon sok lasztánk van. Bedugtam a kis lasztákat. De ne dugd be az összeset, nem tudjuk, hogy milyen sorra meg hova dugom kell dugni. Be a lasztákat. Jó, akkor dugd be. Lesz ott virágító tornyokkal. Na, hát igen. Ez a toj. Kinyitottam. Ebbe kell betenni? Igen. Csúcsunk rá gyorsan. Tedd be gyors. Kis vonatba.
Nem lehet? Az ott van, igen. Már füstölög. És akkor mi lesz? Hát ez most megcsináltuk. Nem tudom. Hát ezt tedd le gyorsan. Ott füstölög. Hát ez szuper. Most neki kell szívni, hogy valami. Valahol meg kéne tenni, hogy csináljon is valamit. Hát dolgozik ő, nem? Az nem elég neked? Van keksz. De most mit csinál? Most itt van, én értem, csak hogy... Dolgozik, de mit? Ó, van itt a hátulján valami. Ez mi? Látod? Ja, ez csak átlóg a textúra. Ja, tényleg. Úristen, pedig én elkezdtem már megfejteni, hogy... És meg gondolkoztam, hogy mi lehet az, mi lehet az? Ez ilyen lelombozó volt. Hát ez nagyon szép, hogy itt füstölög. Jó, akkor... Mindegyiket kinyitottuk? Nincs kinyitatlan láda előttünk, ugye? Hát, amiket kinyitottunk, azokat ide tettük. Nem? Igen. Egy kinyitatlan sincsen. Akkor már csak ezeket kéne megfejteni. A lámpák. Igen, meg ide kéne majd még egy utolsó ilyen pecsni. Jaj, basszus. Mi az is? Ezt ezen fogunk elakadni most 20 órát. Látom. Fog 27. Legyen 30. Most már török zúzok. Na, legyen 30? Legyen okay. 30 a fog. Oké. Tól 60. Hát az 60, igen. Jó. Akkor, ez a foam rise... Tudom mi legyen akkor, ez buborék, szivacs, füst. De mi? Gracing the local port of Bourbon City is considering one of the most expensive lighthouse. Oké, ez semmi ehhez. De legyen akkor a vonat, igen. Jó, ez 40? Ez 40, igen, mert 35. Jó. Oké, és akkor Grand Water, na az mi volt? Grand Water. Hát de még van azért egy pár dolog, 1, 2, nem? 3, 1, 2, 3, hát akkor ez hal, akkor ez jó. És a többi? Fog. Mi a Grand Water? A pénz? Csak az lehet. Jó, 72, de hát akkor az hogy lesz több? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hát ez nekem nagyon nem áll össze a fejemben. Ez nekem sem, nem nagyon értem. Ja, az a pénz is jelenti, azt mondja. Hát akkor jó, mindegy, megfejtettük, de nem tudjuk akkor se elpozícionálni. Mindegy, Proud Wolf 40, és végül a Scorpio 50, de ez már be van állítva. De itt amúgy jelzi nekünk a segítség, hogy ezt kell beállítani, de beállítottunk, és még így sem jó. Ez mi volt ez a pad? Mennyi volt a toll? Bence. A toll? Uh-huh. Az 60. Nem értem. Nem, van egy 70-es, és az nem lehet, hát itt csak 6... Hogy lehet, hogy... Az eleve elszámoltuk és kettővel indul, vagy... De ez hülyeség lenne. Vagy... Kettő. Nem, ez sem jó. Mi ez a 72-es? Nézd, hogy itt a rajzon azt jelzi, hogy az utolsó előttire kell ezt tenni. Tehát akkor ez a 60. 50, 40, 30, 20. Akkor 20-szal kezdődik. Próbáljuk meg így. Oké, 20-szal kezdődik? És akkor mit? Akkor nem tudom, mit olvassak ki ebből nekem most. Ez mi kéne innen? Akkor melyik infóra van szükséged? Mert én elvesztettem ezt a fonalat. 27. Akkor én... 20...
Miért 20-szal kezdődik? Köszönöm szépen a követői célt egyébként. Csanak, te lettél a követői célunknak a csúcsa, vagy mi. Köszönöm szépen, GG. Nem tudom, mit csináljuk a Lighthouse-szal! Úgy fér ki a skála. Legdrágább, és a Gold Branch-ben. Mi van? Lehet, hogy... Ó! Ez nem méter, hanem a millió dollár, gondolom, nem? Vagy valami ilyesminek a lehet, hogy a költségvetésüket kell összehasonlítani, tudod? Hogy melyik mennyibe került annak a megépítése. Szóval akkor úgy csináljuk úgy, hogy a fog a legkisebb. A fog a legkisebb. Ja Istenem. Jó, oké, az a legkisebb. Oké, utána jön a dollár. Oké. Igen. Utána jön a farkas. Utána a skorpió. Az is jó. Toll. Ugye. Igen. És végül a Grand Water, ami nem tudom mi volt. Édes Istenem! Fejbe vágott a csillár, miközben olvasgattam. Igen, láttam. Na tegyük be ezeket a cuccokat. Basszus. Ó. Oh. Hát ez így már mindig világos lett. Egy. És ez változott? Mi ez? Mi történik? Ez magától változtatja. Ja nem, én nyomom be azt, ami kell. Ja. Mi a különbség? Nézd. Egyes, kettes, három, oké. De itt igazából négy ilyen diavetítés van, amiben mi csak kettőt találtunk meg. Ezt fel tudod te fogni így? Épp észre. Ezt itt már én nem. Aj, nagyon kellemetlen ez itt akkor. De kérem vissza a golyóimat. Ott meg kell tekergetni. Ezt most már nem lehet. Mit? Itt? Ja. Tessék, ott vannak a golyóim. Mert mi máshoz kell, mint hogyha nem... ezek a golyók. Nem, semmi. Mit, tényleg? A lehetséges. Menj innen, virág. Szóval lehetséges, mert ezek ilyen... Cseréljük ki a négyesre, várjál. De itt is 1-2-3. Csak dupla körrel írja. Itt is 1-2-3. Húha. De négy van. És mi kettőt találtunk meg ebből a négyből. Meg nézd, ott van egy nagy piros pötty ott. Ez most mi? Ez most miért lett ebből három? Ezt nem én csinálom. Ez az. Na ja, várjál, akkor nézzük meg ezt. Ez a háromas és a négyes, akkor ez meg az egyes és a kettes lesz? Egyes. És kettes. Kettes. És ebből mit tudunk meg? Mi a jó Isten ez? Valami rejtvény? Hát valószínűleg az. De nem lehet, hogy... Mert nézd, ott a piros golyó jelzi. Látod, legalul. Kettesen meg ott van. Tehát, hogyha ezt úgy nézzük, hogy akkor a piros golyó a... itt most a jobb szélsőbe kell, utána meg a bal felsőbe, itt meg a bal alsóba. Igen. És aztán pedig oda a középsőbe. Tehát négy golyó van. Hát elfelejtettem, tudod, az igazság. Na, én bedobálom akkor a golyókat, megfelelő sorrendben. Először is kezdjük az egyessel. Tehát, oké, már tudom. De mik ezek a fenti hülyeségek ott? Mindegy. Először megy ide. Aztán ide. Aztán jöhet a következő. Várjál, cserélem. Oké. Várjál, ez a négyes. Igen, tudom. Hármas, az már középen lesz. És végül ez az utolsó. Hát lehet, hogy több golyótra lenne szükségünk, de amúgy szépen sorrendben felvillantak ezek a fények, szóval... De és nem lehet, hogy nem erre gondolt, hanem erre itt.
jobb felsőre? Tuti, hogy nem. Miért? Miért olyan hihetetlen? Mert az ott pont középen van, ide látom. Ez egészen biztos. Csak... ezek itt fent vagy mik lehetnek ezek a dupla körök, meg ilyesmi? Szerintem ezt itt majd kell ehhez egy valamilyen kurbli, amivel eltekerjük ezt az egészet, nem? Mi van, ha még nem találtunk meg két golyót? Na akkor mi van? Várjál, van itt még egy, Bence! Hol? Insert projector card. Ja, ez volt benne a labból. Nézd! Hát te hülyék vagyunk, itt van! Kinyílt jaj. Ez a hülyeség. Na, tekerem! Már tekerem! Jaj, megfejtettük volna anélkül is! Oké, most jöhet a projector card. Már itt hogy érted, hogy annélkül? Hát az, hogy rájöttünk, hogy ez a biliárdnak azokat a helyeit mutatja, ami... Aha. De ez most a 3-as, 4-es várjál. Teszem az 1-es, 2-est. Csillag. Amúgy végülis megértettük. Hát igen, 1-2, de az a helyzet, hogy... Ez még kell két golyó, Dávid. Ez muszáj kettő golyót megtalálni. De hát négyet mutat, és direkt rossz helyre teszem. Ah, így is világítva marad, ezt nem értem, az nem jó így. Nem tudom kivarázsolni a golyókat belőle. Jaj, Bence, értem! Hát az nem azt mutatja, hogy abba kell bedobni, hanem az, hogy onnan löki el a labdát, lehet? Hova? És minek? Hát úgy, hogy utána végig kell nézni, hogy akkor, hogyha ez, akkor utána itt lefelé megy. Lefelé. Jobbra felé. Tehát, hogy a nyilak ahhoz jönnek össze, hogy merre megy a laszta. Akkor ki tudod húzni a lasztákat belőle? Mert nekem most nem engedi. De mi az, hogy nem engedi? Miért? Ezt egyszer tudtam csak megcsavarni, azóta egyszer sem. A legalsót. Igen, azt. Nem tudod megcsavarni. Na jó, igen, és akkor most? Mi hogyan kezdjük akkor ezt ezekkel a nyilakkal? Eltűnt egy labda. Itt van. Oké. Na, hát nem azt jelzi? Most akkor kérdem, hogy ugye mutatja, hogy erről a pozícióról üti el. Úgy, hogy lefelé üti. Uh-huh. És a nyilakat követve kell végigkövetni a labdának az útját. Akkor minek találtunk négy labdát, mert akkor csak egy labdát kell elhelyezni. Nem, mert négyszer üti végig, és mind a négynek kell a helye. Jaj, abból a pozícióból indul. Oké, akkor az első az az volt. Hogy lefelé. Lefelé, aztán... De meddig? És aztán fel. Hát gondolom pontokig, vagy... De ez mondjuk azért hülyeség, mert a billiárd labda az nem megy így, legalábbis golyó. Oké, akkor... Lehet, hogy egyet le, aztán egyet jobbra. Igen. Igen, és aztán egyet, egy átlósat fel. Tehát, hogyha az elsőt nézzük, az megint nem lesz jó. Nem, az elsőt nem. Nézzük, akkor ugye onnan indul a bal felső sarokjából. Igen, és aztán... Hogyan... Lemegy egyet, mondjuk az első lyukig, aztán jobbra, és aztán fel. Tehát akkor a jobb felső sarokba kéne lennie, nem? Igen, de nincs behúzva ott vonal, amin végig mehet a golyó, vagy azért ezen ne számítson? Ne legyen ez probléma, hogy ott nincs középen vonal, amin végig megy? Összintén szóval nem tudom. Vagy megy a legaljáig, és onnan úgy vissza... Mindegy, a lényeg az, hogy fenti sarokba megy. Oké, menjen a fenti sarokba. Jó, ja. Kettes. A második az átlósan, aztán balra, tehát akkor ez a lent, bal alsó sarokba fog menni. Biztos? Szerintem ilyen. Jó. Oké. Következő tekercs. Mindjárt rakom, tessék. Kettőt fel. Jaj, nem, most kell nézni, bocs, összezavarodtam, szóval kettőt. Na. Na. Egyet fel, kettőt le,
az egyet jobbra, szóval az a középső átlósan neki telt. Aha, látom, ide. Igen. Jó, utolsó. Az utolsó pedig... Kettőt. De az fel. Mi az a dupla... Szerintem az, hogy kettőt lő fel, nem tudom, aztán jó, egyet... Jó, oké, legyen az. Egyet balra, aztán egyet jobbra volt. Hát akkor az a legfelső? Jó, oké, akkor legyen a jobb felső sarok? Vagy mi az, bal felső sarok? Aha, az. Ez volt a megoldás. Ez az, igen. És a vonat, de hol van? Hát itt vagy, hagytuk, hol van a vonat? Itt volt az asztalon, azt kilőtte, vagy hol van? Basszus kulcs! Hol a vonat? Rajta volt, de csak nem ilyen hülye. Nem, csak nem. Szólhatott volna, hogy ez fog történni. Valóban biztos elkerült most. Ne! Vonat. Ne! Láttad, hogy hova repült? Valaki nem tudja klippelni, még gyorsan még lehet. Ne, Bence! Biztos, hogy valahol itt van. A szemetesben nincs. Én is, az lenne logikus, hogy ilyenkor eltenni egy adott helyre, mint a szemetesbe, vagy valami ilyesmire. Nem mondod! Hát nem szállhatod ki az épületből. Nem maradt, de basszus! Én akartam vonatozni! Én is, ez lett volna a csúcs! Hol van? Valahol le? Nem láttátok, hogy hova lett? Ott van az asztalon, azt írják. Miről beszéltek? De az nem az. Mit megfejtetted? Oké, okay, király, de nekünk de a hol van a vonat? Kell. Az csak egy vagon, arra ja, csak kellett a vagon. Volna rátenni. A terem buráját. A terem buráját. Aj. Nem mondja, hogy... Erre nem számíthattunk, játék! Hát de mi? Hát de minden logikus ember az asztalra pakol, nem? Hát civilizált emberek vagyunk. Errefelé röpülhetett maximum. Tekerd meg a bigyót az asztalon. Melyik bigyót tekerik meg az asztalon? De nem lehet megtekerni, nem engedi. Nem engedi. Most már nekem sem. Aj, az... Aha. Én vonatozni akartam. Hát hova repülhet el? Basszus, itt van az inventorimba. Hú, hallod? Oké. Okay. Ezzel is elcsesztünk legalább 2 percet. Á, lejárt az idő! Jó, ez csak amiatt történt, mert... Jaj, Istenem. Mit csinál most ez a kis sihú? Köszi amúgy. Meg sem néztem volna a saját inventorimat. Mindjárt rágyűjtök erre párra. Aj! Úristen, összebugolt a vonat. Nem jó. De most a másik irányba megy, mint kéne. De furán megy rajta. Hát ez király, én itt eljátszok ezzel. Itt a levél, nézd. Na hát akkor el kell olvasni. Van még egy utolsó meglepetésem. Hogyha a kis játékvasutat elvezeted abba az útba, amerre a nagy vonat ment. Tehát hát gondolom akkor... Nem ez van, neki keresd ezt a könyvet. Nem is ez. Hol van az a könyv? Ez. Ja, ez meg nem sín. De mi alapján? Ja, tehát, itt hogy... van. A Dream, Spring, Tumborg, meg a mit tudom, Pine Stone. És ezt honnan tudod, hogy ez mit jelent? Vagy... Mi az? Nincsenek kiírva rájuk, hogy... Nem, hát ezek csak ilyen nyilacskák. Igen, akkor a jail... jail, bank, szalon, meg ilyeneket kell keresni, és nézd csak, itt pont ugyanazok a szimbólumok vannak. Hol? Itt a falon. Óha! Na ja. Naha. Na igen. Na ja.
Hát igen. És akkor most? Hát igen. Na ja. Aha. Aha. Na és most... Chill. Train station. Mit óhajtasz te játék most? Nem tudom, hogy amellett kell elmennie majd, vagy hogy kell majd ezt itt nekünk. Na, érted már az én problémámat, Bence. Azzal most nem segítettél sokat. Nem, de jó érzés volt, hogy arra megy, amerre én akarom, hogy menjen. Az utasításaimat követi. Az akaratomat érvényesíthetem ezen a kis vonaton. Most miért állt meg? Ja, gondolom a szalonnál. Megállt bizonyos helyeken. A banknál áll meg. Juhu. Gondolom itt is megáll nagy állomáson. De hogyha ezt átváltjuk, akkor úgy fog menni, hogy itt jön, ugye? Itt utána itt így bemegy, itt visszafordul. Mi van ezzel? Ezt minek kell beállítani? Most nem állt meg. Most nem volt kedve. Hát ez nagyon jó. Na, Tehát a másik oldalra. Meg kell tudnunk a sorrendjét ezeknek az épületeknek, hogy miután mi következik, és gondolom oda kell beírni először azt, és aztán pedig a vonattal végjáratot, vagy mi? De a sorrend az mi alapján kellene, hogy összeálljon? Tehát... Na, hát érted. Hát ez az. Visszatekerem a képet, jó? Nagyon szépen megy. Igen, de most ezt váltogathatod, nem fogod tudni, hogy melyik lesz az egyes állomás, nem? Nincs valami jelzés rajta, vagy? Plakát a vonat alatt a könyvben. Ó, mert ebben? Ó! Micsoda? Lehet, hogy ezt a kis plakátot össze kell kombinálni ezzel a... Hát mondjuk, hogy könyv. Tehát itt ugye az volt, hogy a Dreamspring, aztán a Tomborn, aztán a... Pinestone és aztán a Gold Branch. De te úgy ismered ezt a játékot, hogy egy amit már egyszer megkaptunk, az utána újra felhasználható? Hát nem, meg abban se tudom, hogy következik bank, meg szalón, meg ilyenek. Na ez az. Hadd csak nem. Nem. Central Railway Hub. De a Dreamspring az a Central Railway Hub. A Tomborn az mi? Az a... George's Nature, the town itself must not... It's many jails. Ó, akkor ide ez meg a börtön lesz. Oké. Okay. Akkor tényleg azzal kell összepárosítani. Igen. Kértem segítséget, akkor hogy van? Hát úgy, hogy először a Railway Station, aztán a börtön, aztán a szalon, és aztán pedig a bank. De ezt hogy oldod meg? Hogy először a... Meg aztán itt ezzel milyen jó istent kell csinálni. Ja, fordítok egyet az irányán. Mindjárt végig megy. Tehát... Elsőleg akkor... Várja, a station, az a nagy, az ott, nem? Igen. Oké, akkor mindjárt ronda megy. Már érkezik. Oké. Aztán a bank. Nem, bocs, aztán a börtön. Hát ez most már így nem lett meg. Mindegy, ez most itt körözik, addig találjuk ki. Ez most nem megyen másmeré.
Hogy tudjuk, de, hogy... Ó, meg kell fordítanod az irányát, hogy a másik irányba menjen ez a vonat. Aha. Tessék. És akkor azután... Mi volt ez a sikítás? Gyöngyi volt. Oké, okay, először a Railway Station, oda középre, hagyj menjen, hagyj menjen. Oké. Okay. Utána most már le kell itt vezetni. Ajjaj! Nem arra ment, amelyre akartam. Későn váltottál. Na várjál, akkor Railway Station. Most már jó station. Lesz, jó lesz. Igen, ide jön. Utána a jail, és a jail után mi jön? Utána a szalon. Oké. Okay. Jó, tehát a szalon az hol van? Az ott. És oda hogy megy vissza úgy, hogy nem érint mást? Mi? Ez miért van? Mi? Na úgy, most már jó lesz. Bírom. Igen. Hát okay. Oda bizony csak úgy tud visszamenni, hogyha ezt itt majd átkapcsoljuk. De mert várjad, erre jön vissza. Igen. Igen. És akkor itt elkanyarodik. Aha, ne, most ne nyúj hozzá, most nagyon jó lesz. Most jó lesz így, a szalon, és utána az a bank, vagy mi az Isten? Igen. Aha, akkor most erre, most majd itt balra fordul. Csihuhu. Nyomatékosítottad. És akkor most a bank. Igen, és aztán meg újra visszaér a... Hát nem, ennyi. Ennyi volt. Végig jártuk. Igen. Jaj, most jaj, jártuk akkor. Végig. Jaj, de jó, akkor itt van 8, 3... 1. 1. Oké. Okay. Oké, okay, mondjam? Aha. Tehát akkor az 1-es, az a jail, a börtön. Oké. Okay. A szalon, az a 3-as. A bank az 5-ös. Megvan. Ja. Oké. Okay. És gondolom ez kell ide. Tessék. Ennyi? Na. Meg is csináltuk. Tudod mennyivel? Oh, 3 másodperccel késtük le igazából csak a kiállatot. Ah, persze. Szinte majdnem időre megvolt. A végén ez a rohadt vonat, hogy eltűnt meg ott az a vetítős cucc, meg mit tudom én, az annyi idő elment azzal. Igen, most a vetítős volt az, aki kifogott rajtunk. Meg még volt egy másik is. De ez jó, hát ez nem is volt annyira durva, mint ahogy készültem, én nem kellett se osztani, se szavazni, se deriválni. Én is sokkal durvábbra készültem, nekem tetszik, hogy tesznek bele ilyen interaktív cuccokat, mint ez a vonat például. Ez egy teljesen új játékmechanika, igen, ez nagyon-nagyon tetszett. Jól csinálták meg. Köszönjük a csicsiket, emberek. De azért nagyon megijedtünk, amikor elszállt. Hát én nagyon tényleg a vonat leszállt. Már azon járt a fejem, hogy akkor most hogyan fogjuk újrakezdeni az egészet, hogy is még izgalmas legyen. Ó, itt vajon mi lehet a megoldás? Hát de nincs, és akkor szét, újra kellett volna kezdeni, nem? Hát... Ja. De én akkor miért jössz ide táncolni? Na hát én... akkor igazából ezzel ki is pipáltuk ezt a DLC-t. Következőnek majd visszajöhetünk, hogy megnéztünk még egy pár ilyen community szobát, mert az elég vicces volt. Szerintem az összes, amit korábban megnéztünk, különösen a nagyi macskái. Nagyi macskái, ez nagyon jó volt. De annak a srácok nincsen több pályája? De biztos, hogy van neki is, még mert már emlékszem, ottkor is néztünk valamit. Igen, na azokból majd még szemezgessünk, mert ő nagyon jókat csinál. Viszont az a metrós, az továbbra is vitte a... Hát, az annyira szar volt, hogy már jó. Ez tényleg nagyon rossz. Hozzá, hogy hajnali kettőkor viszed a bombát, amit egyébként megtalálsz a portásnál, akinek a biztonságért kéne, hogy feleljen egy metróállomáson. És az a legjobb, hogy csak úgy feltetted a bombát azért a metróra, hoppa. Az elment, és utána egy kritik emberek rohantak. Tényleg. És a portásnak tudod, a számítógépes pinkódja, az egy műszlis doboznak a hátulján volt leolvasható, amit $5 lehetett vásárolni azon az állomáson. Jaj, nagyon rossz volt. Nagyon durva volt, igen. Na jaj, mindegy, hát... Azok az állomások, hogy meg volt csinálva, hogy semmi értelme nem volt semminek. Jaj. Emberek. Hát, munkás. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És akkor találkozunk a holnapi nap, szerintem. Úgyhogy... Csá.
Addig is minden jó, de most már nem mondtam valami esőt, hogy legyetek jó. Csak hogyha már jó napottal köszöntem, de inkább nem mondok más semmit. Úgyhogy rédelünk még valakit, aztán mindenkinek jó éjszakát. Sziasztok! Ali!